iszok egy kis szörpikét, hogy ne erős bírom, kedetlen. Jaj, nem pálinka. Na, szóval UFO-k és hasonló dolgokról fogok beszélni, de mielőtt elkezdeném ezt a témát, ismét megint láttam UFO-t, most már harmadjára, majd mindjárt elmondom. Nagyon sokan a fenét, ketten jelezték, hogy túlságosan hosszan szövegelek, meg hogy ez senkit nem érdekel, ez a kamera téma. Hurrá, nem baj az. Úgyhogy mivel ketten is jelezték, ezért rittig elmondom, hogy régóta figyelemmel követem, ha lehet ezt mondani, youtuber kollégák munkásságát, és én ott már régeségen kiszúrtam ezt, amit most fogok mondani. Tehát az, hogy ne mozog, hogy amikor szétesik egy kép, ugye, mert elég sok kritika fogalmazódott meg másban is, és természetesen bennem is ezzel a kamerával kapcsolatban, hogy hát eléggé széthullik a kép darabjaira. Hát ennek ugye az az oka, hogy elmondtam, YouTube stb. Lerontja, lekonvertál, átkonvertál, és ezáltal az eredetinek, tehát az eredeti videókép minőség szinte tökéletesnek mondható, hiába nagyban nézed meg, tehát egy 140 cm-es tévén én is megnéztem, tökéletes hótfasz a kép, feltöltöm a YouTube-ra, kurva szar, na mindegy. Szóval ennek egy kiküszöbölésére egy lehetőség van, vagy egy megoldás, az, hogy például úgy érzem, hogy nekem el kell hagyni a város, mint Pataki Attilának, úgyhogy valahogy egy olyan helyre kellene menni, ahol nincs ez a kurva nagy forgalom. Szóval ennek az a megoldása, hogy nem kell mozogni. Lehetőség szerint ugye gimbalt, stabilizátort kell használni, ami nem csak ugye elektronikus, hanem tényleg mechanikus gimbal. Hát nem, ja, és nagyon lassan kell mozogni. Nagyon, de nagyon lassan. Éppen csak, hogy fordulsz kurva lassan. Na most én sajnos erre képtelen vagyok, nem csak így biciklivel, hanem úgy általában is, amikor mondjuk kézben tartott telefonnal mutatok valamit, mert én ilyen izgőmozgó vagyok, és szeretem adott időn belül legtöbbet megmutatni, lehet, hogy már ezt mondtam, de tényleg így van, és most ennek az egyik megoldása, lehetséges megoldása az, hogy a kamerát nem a kormányra, tehát a kormányszarvra rögzítettem, hiszen akkor minden legapró kis kormánykorrigáció jobbra vagy balra, az azonnal megjelenik a képen, és ezáltal még jobban széthullik a kép, hanem a villanyakra, kvázi a vázra rögzítettem, csináltam egy nagyon stabil, nagyon erős, ám de nem olyan feltűnő kis papucsot, amiben belecsúsztathatom a fémből a kamerát, és az olyan stabilan áll, mint Katiba a gyerek, most is annak a képe látható. Ez ugye annyival jobb az elődjénél, a kormányos megoldásnál, hogy ha most csinálok most per pillanat egy jobbra-balt, balra-jobb, 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 nyilván valamennyire látszódik a képen, hogy mozogtam, de azért annyira talán mégsem. Szevasz, kutyu! Na és akkor elmentünk itt jobbra. Ó, mennyivel csendesebb a téma. Szóval is, ja, és nem kell, lehetőség szerint nem kell ilyen zöldövezetbe, erdőbe menni, és ott nagy mozdulatokkal végzett felvételeket készíteni, mert akkor aztán teljesen vége. Tök mindegy, hogy 300 000 forintos iPhone 16
vagy ez a 100 000 forint környéki, bár már nem kapható, de újonnan annyi volt, akciókamera, de mondjuk ez milyen érdekes akciókamera, ugye, és ne menjünk a zöldbe, és ne mozogjunk vele, mert akkor ez lesz a végeredmény. És jut eszembe, hogy megnéztem az egyik általam egyébként nem követett moto vloggernek a GoPro, azt hiszem 10, Hero 10 vagy 11, tehát azzal rögzített motovlogját, én most ide kimentem elé, majd mindjárt becsavarok ide balra, hopp, úgy, belenéztem a visszapillantóba. Szóval megnéztem azt a motovlogot, és hát nyilván színvilágát tekintve teljesen más annak a kamerának a képe, de ugyanezt tapasztalható, tehát ugyanúgy, amíg mondjuk egy aszfaltúton van, és csak az aszfalt látszik meg a szép kék ég, addig nincs gond annyira. De az, ő is, hogyha elmegy egy erdőbe, vagy pás részre, akkor szerte szétúlik a kép. Na, ezt csak azért mondtam el, hogy egy kicsit csigázzam az érdeklődést az UFO-kkal kapcsolatban. Szóval ismét UFO-t láttam, most már harmadik alkalommal, és mind a háromszor ugyanott látom, ugyanabban az elrendezésben, tehát formában, mindjárt elmondom, hogy milyen formájú és kinézetű volt az esti órákban. Ja, korábban még a másik csatornámon ugyanerről én már elmondtam az akkori tapasztalataimat, most ezt csak megismételni tudom, annyiban, hogy most nem volt csontsötét, és volt viszonyítási pontom, ugyanis akkor, amikor ezt a másik csatornán is elmondtam, akkor az történt, hogy még este akkoriban jártam cigizni ki az udvarra, hát ugye a szobában nem cigarettázunk, és tél volt, ráadásul már ugye 8 óra is elmúlt, mondom, elszívom az utolsó cigimet, kimentem, rágyújtottam, és azt hittem, kijön elém. És egyszer csak megláttam három halvány sárgának mondható, a legközelebb talán a színe a tűzhöz van, de nincs olyan élénk lángvörös, hanem halvány sárgának mondanám, színű, majdnem egyforma átmérőjű gömböt. Az elhelyezkedése, tehát három darab volt, egy háromszögű háromszögnek a csúcspontjait, hogyha megjelöljük, és ezeket háromszögű háromszögről beszélek, de nem egyenlőszáru, hanem nem egyenlőszáru. Köszi. Na és, tehát a függőleges befogóján a háromszögnek az a hosszabbik oldala, a háromszögnek a rövidebbik a vízszintes, az átfogó az átfogó, és ez a három ilyen fénygömb szabályos, tehát a alakjukat, formázatát, tehát ezt a csúcspontokon lévő pontokat megtartva egyszerre mozgott, jobb, hát nekem jobb, de hát attól ugye nézőpont kérdése, nekem jobb irányba, egyébként, ha most belegondolok, északi irányba. Na, ugyanezt láttam tegnap is. Tegnap nem cigizni mentem, hanem körbe szoktam járni mindig este az udvart, hogy nem hagytam égve a villanyt, vagy a rádiót, vagy ilyesmit a műhelybe. És elnéztem, de már egyébként sűrött befele, szóval nem azt mondom, hogy csontsötét volt, de még azért imittam, ott kivehetőek voltak a felhők. Ilyen bárányfelhőnek mondanám. 8:45 körülbelül. Most ugye nyár van. Ha ezt mondjuk télen nézed, akkor
ezt el kell mondani, hogy most nyár van. De a képekből egyébként ki is derülhet. És ugyanaz az alakzat, ugyanaz a forma. Lehet, hogy Photoshoppal majd készítek egy valami hasonlót, és idebe fogom tenni. Éppen szerkeztem a videót, és oda, arra a kis helyre, ahol megnyitottam az idősávot, oda fogom betenni ezt a videót, amit most készítek. Pillanat, csak közben átváltok. Szóval nem kell ide Photoshop, mert találtam egy oldalt. Ez az oldalnak a neve. Itt van le fényképezve is, valamint videó formájában is. Ezt kiixeljük, kinagyítjuk. Tehát körülbelül így nézett ki, ennyire nem világított, de ez ugye egyébként csak a felvételen a kamerának köszönhető, hogy ennyire fényesen világít, valóságban ennyire nem. Tehát így van a közelebbről két fénypont, és nekem ugye itt volt még, ahol most a kurzor van, itt volt egy harmadik ugyanilyen színű, nagyságú méretű fénygömb, és ezek így alakban közlekedtek. Na, tehát ezen az oldalon bárki megtalálhatja ezt a hitelesnek mondott videót is. Első alkalommal, mikor legelőször láttam, akkor nem tudom, hogy pont éppen, hogy hol voltam, vagy mi volt, hogy volt. Lényeg az, hogy a téli kabátomnak a zsebében ott volt a kamera. Megnyomtam, hát nyilván rögtön fel akartam menni, megnyomtam a felvétel gombot, és pittyent egyet a kamera, és elkezdtem felvenni. Tehát próbáltam zoomolni, próbáltam a kezemet megtámasztani a háznak a sarkán, hogy ne remegjen, mert ugye, mert hogyha zoomol az ember, akkor a legkisebb, apróbb kézmozgás is felerősödik. És lényeg, hogy amikor visszanéztem a felvételt, 2 másodperc múlva leállt magától a kamera. Nem magától, hanem én nem akarok most itt mondani, hogy mitől, de ez tény, ami tény. Én biztos nem nyomtam meg a leállító gombot, ez kurva élet. Tegnap meg az történt, hogy amikor felfigyeltem ugyanerre a jelenségre, hangtalan, egyébként teljesen hangtalan, nincsen hajtómű vagy ilyennek a hangja, akkor nagyon-nagyon tétováztam, és nem tudtam, hogy mit évő legyek. Szerintem ugyanebben a helyzetben nagyon sokan így cselekedtek volna, hogy rögtön az jutott eszembe, hogy ezt le kellene fényképezni minimum, de a legjobb lenne a videó. Na most, ha beszaladok a telefonért, majdnem a kert végén voltam, ha beszaladok a telefonért, akkor lehet, hogy addigra eltűnik, és az egészből semennyit se látok, még annyit sem, mint hogyha nem szaladok, és mondjuk végignézem azt a 20 másodpercig percet, amit az égen tölt. Tehát nem tudtam. Eszembe se jutott ilyen kis kamera, meg, amin éppen most is megy a rekord, hanem rögtön mondom telefon, és akkor hát, hogyha de végül is amellett döntöttem, hogy jó, nem megyek, jó is tettem, mert nem lett, vagy nem volt sokáig fent az égen. Ahogy mondtam az előbb, a kurva anyját. Hát nem lenyeltem egy darazsat, vagy szúnyog, vagy mi az anyja picsája. No, itt csendben megyünk, mert ott szemben van a rendőrségi épület, és ott elvileg nem lehet kamerázni, de én nem kamerázok. A bicikli kamerázik. Szóval teljesen hangtalan, nincsen hajtómű, zaj, nem villog, nem villódzik, nem pulzál, mint azt sokan elmondják, hanem egyszerűen csak világít, és lassan, de azért láthatóan és követhetően mozog egy irányba, szabályosan. Most jutott eszembe, hogy amikor én ezt a videót másik csatornán feltöltöttem, amit elloptak az UFO-k, ugye?
akkor valaki írta, hogy biztos, hogy milyen lámpion, ilyen szülinapi lámpion, ami vagy japán, vagy kínai lámpion, tudjátok, van az a ilyen kis sejempapír, vékony kis vázon valami, izé, beletesz az ember egy mécsest, egy ilyen gyertyaszerű akármit, és a felszálló meleg levegő az egészet felhúzza magasba is. Na hát, akkor is elmondtam, most is elmondom, hogy és elmondom azt, amit sajnos nem tudom miért, sokan nem mondanak el az ilyen észlelők, vagy látók, vagy akik YouTube-on, vagy bárhol nyilatkoznak, hogy maradjunk annyiba, hogy én láttam. Tehát ennyit kellene elmondani, hogy nekem ne gyere azzal, hogy időjárási léggömb, meg gyakorlatozó hő, rakétát kilövő valamilyen katonai repülőgép. Tehát ilyet nem kell mondani, mert én láttam. Tehát most nem meggyőzni akarok senkit, de ha... Tehát, hogyha valaki azt látja, ugyanazt, amit én, akkor lehet mondani fűfát, virágot. Tehát nekem nem kell az a hülyeség, hogy biztos, hogy valami léggömb, meg időjárási ballont eresztettek. Nem igaz, mert ez nem úgy néz ki. Tehát egészen merőben más. És amióta ez történt már, mint ez a első észlelés, hogy így mondjam, a legeslegelső, azóta én hát eléggé bújom, meg nézem, meg követem, meg keresem is ezeket a UFO-s tartalmú filmeket tudományos csatornákon, itt a YouTube-on is, mindenhol, és azt kell, hogy mondjam, ezt én két részre osztanám, ezt a ezeket a filmeket, igen. Miért osztanám két részre? Hát azért, mert ez lehet egy ilyen összeesküvés elmélet akármi is, amit most el fogok mondani, meg tűnhet annak is, pedig esküszöm, nem annak szánom, hanem hát egyszerűen így gondolom. Tehát az egyik típusú film, amelyeket az adott országnak a kormánya, vagy nagyhatalma, tehát amerikaiak, mit tudom én, britek, akárki, ázsiaiak, japánok, kínaiak, bárkik rendelnek meg, abból a célból, hogy hát nem azt mondom, hogy egy még nagyobb turpisságot leplezzenek el, és mondván azt, hogy inkább hagyd higgyék ezt az emberek, hogy az van, hogy mit tudom én, ment haza egy családanya, és akkor a erdő közepén elrabolták az UFO-k, és megerőszakolták, és semmire nem emlékszik, de egy nagy vágás látható a, mit tudom én, a mellkasán pont. És ezt ugye egy óra hosszában szépen ecsetelik, színészekkel eljátszhatják magát a sztorit, tehát profi színészek eljátszák. Sokszor olyan szívesen megkérdezném ezektől a fiatal gyerekektől, hogy nem tudtad, hogy Magyarországon is, mint annyi európai országban jobbra tartson. Mindenki megy, bazd meg a bal oldalt. Na mindegy. Szóval gyakorlatilag arról van szó, hogy filmszerűen leforgatják és rekonstruálják a megtörtént, vagy megtörténtnek vélt, vagy egyáltalán meg sem történt, ez is benne van, esetet, és megpróbálják ugye megtörténtként tálalni, és inkább úgy vannak vele, hogy sokkal jobb, hogyha azt hiszitek, hogy ez mondjuk, azt hiszitek, hogy ez valóság, mint hogy tényleg megtudnátok az igazságot, ami adott esetben mondjuk százszor nagyobb huncutság.
Ez most ugye idézőjelben. A másik az, amikor tényleg a valós észlelő, vagy látó, most a látót úgy értem, hogy aki látta, az nyilatkozik, és elmondja, hogy igen, igen, ezt láttam, amaszt láttam, és valamiért, én nem tudom, de tudom, hogy miért, ezeknek a filmekben a nagy százalékában az van, hogy a végére kihozzák azt, hogy ó, hát szegénynek gondjai vannak az alkohollal, biztos, hogy valami drog hatása alatt volt, stb. Szóval nevetség tárgyává akarják tenni az illetőt, aki látta. Azért ez nagyon érdekes, és a legjobb erre egyébként hülyén fog hangzani, tudom, de Magyarországon is van erre példa. Lásd, szegény szerencsétlen, ezt most komolyan mondom, és mindenféle vicc nélkül, Pataki Attila, aki látott, vagy átélt bizonyos dolgokat, és annyit csinált, hogy ő elmondta. Senkire nem tukmálta, senkire nem erőltette, hogy higgyetek nekem, meg. És kiröhögik, kigúnyolják, azért, mert ő valamit látott. Szándékosan nem azt mondom, hogy hisz valamiben, mert ugye van egy ilyen kérdés is, általános kérdés, hogy te hiszel az UFO-kban? Na most, mivel én már harmadjára láttam, ezért azt kell, hogy elsőre is azt mondtam, de így harmadik után is azt mondom, hogy tehát ez a legbutább kérdés annak, aki már látott ilyet, hogy hiszel-e. Mert ez nem hit kérdése. Tehát itt ennek semmi köze a hogy hiszel vagy nem hiszel. Ez olyan, mint hogy hiszel a tavaszban. Hát nem, hát tél után jön a tavasz. Abban nem hinni kell, meg nem. Ez tény kérdés. Szóval valamelyik youtuber is talán olyan 2 éve előadta az agymenését, azzal mármint, hogy én nem gondoltam annak agymenésnek, és most sem gondolom annak, de előadta, hogy ő mi az a dolog, amit látott, stb. Elég nagy nézettségű, tehát nagy feliratkozó számú és nézettségű videósról van szó, és ő ott, amit kapott, hogy megőrültél, meg elment az eszed, meg így, meg úgy, meg amúgy, és elmegyünk balra, elégem van ebből a nagy hangzavarból, és én ott is leírtam, és most nem akarom magamat fényezni, de vissza lehet nézni, hogyha valaki esetleg ráismert, hogy melyik videóról van szó. Szóval leírtam ott is, hogy oké, te még nem láttál ilyet, nem tudod, hogy mi is az, és engem hülyének nézel, vagy a többieket, akik már viszont láttak veled szemben, vagy veled ellentétben ilyet. Oké, és várod tőlem a bizonyítékot, hogy miért nem vettem fel videóra, miért nem fényképeztem le, és egyáltalán magyarázzam meg ezt az egészet. Szóval elmondtam, hogy oké, rendben van, én megmagyarázom, de ugyanezt elvárom tőled is. Tehát ha te elvárod tőlem, hogy bizonyítsam, meg tudományos tézisekkel támasszam alá azt, amit láttam, hogy igen, UFO-k, nem UFO-nauták, hanem egyenlőre csak UFO-kat láttam, vagy UFO-t. Hát UFO, nem tudom, hogy az a 3 az 1 volt, vagy 3 különböző. De akkor viszont te is bizonyíts be azt, hogy nincsenek. Na és akkor, amikor azt leírtam, akkor elhallgatott a sok nagy okos, és mert már 60-70 komment óta oda-vissza ment a izé, hogy az nem igaz, olyan nincs. De hogy mondhat valaki ilyen butaságot, hogy nincs, mikor még nem is látott olyat. Na és akkor ugye
előbb elkezdtem mondani lassacskán, hogy mi az, amit láttam. Szóval elmondtam, hogy nincs hangja, hogy mozog és milyen a színezete. Ja igen, és még azt akartam, hogy most viszont ugye szürkület volt már, és a felhők látszódtak, mert első alkalommal teljesen borult ég volt, tél volt, szürkeség, és akkor mondták, hogy persze, mert ilyen léggömbeg, olyan léggömbeg kutyafasza. Na de most mondom, majdnem, hogy világos volt, de már azért egy kicsit ment le a nap, és tudtam mihez viszonyítani, tehát tőlem távolságban, tehát vízszintes távolságról beszélek, olyan 150 méterre volt. A föld feletti magassága, tehát vertikális, függőleges magassága, az pedig olyan 60-70 méter, most 10-20 métert tévedek, most nem az a lényeg, és szóval ott lebegett. Na, hát ennyi volt a tulajdonképpen, nem egy olyan nagy sztori. Mondom ezt, hogy nem nagy sztori, hát azért, mert már ugye harmadjára láttam én ezt, és te jó Isten, 8 órakor, hogy a faszomba lehet már elnézést sörözni, meg pálinkázni. Még azt is elmondanám, ha már az italról került elő a szó, hogy soha nem szoktam inni, mármint az elmúlt 4,5 évben, ez biztos, hogy így volt, és ebben a 4,5 évben tartozik az a 3 úgynevezett észlelés is, tehát nem szoktam sohasem tudatmódosító szereket fogyasztani, tehát drogokat, azt még nem is fogyasztottam. Inni már ittamat, azt nem tagadhatom, de inni sem szoktam, mondom, 4,5 éve. Egy kort sem, még szilveszterkor sem. És tehát ezt ennek tudatában vizsgáljuk ezt a dolgot. Vak sem vagyok még szerencsére, bár közellátásommal már azért akadnak gondok, de azért még jól látok. És egyértelműen, tehát ahogy szokták mondani viccesen, meg a filmekben, nem tudom, hogy ez van egy ilyen, van-e ilyen hivatalos szöveg, hogy felelősségem teljes tudatában kijelenthetem, hogy amit láttam, az valós volt, és biztos vagyok benne, hogy nem evilági. Tehát ez 100%. Ennél biztosabb nem voltam még semmiben, hiszen mondom, láttam. Tehát nem evilágról származó volt a jelenség. No, ezzel kapcsolatban várok minden olyan értelmes hozzászólást, ami nem arra utal, amit az előbb elmondtam, hogy be voltam baszva, meg biztos nem vettem észre a látottakat, és összekevertem valami meteorológiai lófasszal, meg ilyen, tehát nem. Tehát aki hozzá tud szólni érdemben, és ja, beugrott még egy másik kommentelő, aki tegnap írta egy nagyon értelmeset, hogy milyen ügyes vagyok, és milyen, így írta szó szerint, hogy ügyes vagy, jól csinálom, így kell a nézettséget fenntartani, ezt már nem tudom, hogy nem is értettem különben, hogy mire gondolja. Hát nem csak neki, hanem a többi hasonlónak is üzenem, nem azért az a videó címe, mert én ezzel most nézettséget generálok, milyen nézettséget, hol vagyok én nézettség, tehát én nem is értem, mikor valaki megnéz egy videómat, látja, hogy van rajta 220 megtekintés, azt mondja, hogy a nézettségre hajtok. Milyen nézettség? A 200 ezer, az nézettség, tehát az már meg van nézve. Írták a fűkasztás videóm alatt is, hogy azért beszélek ilyen sok hülyeséget a fűkaszáról, mert kell a nézettség. A nézettségnek akkor van esetleg talán értelme, hogyha ugye a bevételszerzési lehetőséget már elérte az ember,
tehát van 1000 feliratkozója, és be van kapcsolva, és elfogadta a YouTube, mert ezek egyáltalán nem automatikus dolgok, és az sem mindig biztos, hogy a YouTube engedélyezi most már a bevételszerzést, hiába van neked meg az 1000 feliratkozód. Szóval ezek ilyen dolgok, és akkor mondja nekem, hogy a bevételre megyek. Tehát a megtekintésre és a ezután járó bevételre. Hát az ilyen nem tudja, mit beszél. Pláne meg... Úristen, adjuk, na mindegy. Na, ufós témába nyugodtan szólj bele, ha bele tudsz. Aztán én meg jó kitörlöm az egészet a picsába. Azt mindenki menjen dolgára, nem? Na, itt már mintha jártam volna. Ma nem igaz, de igaz. Várjál, se tudom hirtelen, hol indítottam el a kamerát, de itt már jártam. Na, jó kis túrát tettem, jól esett, és szerencsére nem az eső esett jól, hanem... Na, most már kezd nem csak a kép, hanem a dumálókám is szétesni, úgyhogy tényleg be kellene fejezni. De még azért 3 percig elhúzom, mert hadd legyen meg a 20 perc, vagy a 25, hogy tele tudjam reklámokkal rakni a videót, és akkor ezzel olyan 4-500 000 forintos bevételre tegyek majd szert. Istenem, de hülyék, bazd meg az ember. Bevétel, meg nézettség. Tényleg, mint az oviba. Állj. Most azért álltam meg még egy részről. Kipróbáljam, hogy olyan magasságban benne vagyok teljes alakosan, vagy nem vagyok benne. Itt van a kis oldaltáskámba a mikrofon. És a kamera meg itt van. Na, ugye? Tehát még utoljára. Szép lassan így körbenézünk. Lassan, ezt mondtam az elején. Lassan, nagyon lassan. És ugye, hogy nem is esik szét a kép? Sajnos erre én képtelen vagyok kézben. Elég izgága, idegbeteg vagyok. Hoppá! Napá!